Hogy egy alkotó szépen és élethűen tudjon rajzolni, képesnek kell lennie megfelelően látni azt, amit papírra vet. Meg kell tanulnia a vázlatszerűen látni, majd részleteket megrajzolni. Több egyszerű gyakorlattal elsajátítható, hogyan is másolja le pontosan azt, amit lát. Ezt a technikát alkalmazza a Kersák Viktória is. Én igazából mindig is rajzoltam, egészen kiskorom óta. Úgy igazán komolyabban ilyen 2010-11 körül kezdtem el foglalkozni vele. Akkor mentem el jobb agyféltek és rajztam folyamra. És hát ezeknek a képeknek a titka az, hogy én nagyon beleélem magam a rajzolásba, tehát amikor rajzolok, akkor nincs körülöttem semmi, csak a rajz, és a részletekre koncentrálok. Egy fotó alapján, vagy megjegyezted ezt a fotót, és úgy rajzolod le? Bár úgy lenne, de igen, fotó alapján csinálom, általában úgy, hogy berácsozom, vagy így, hogy itt középen, meg szemmagasságban. Berajzolok egy vonalat, azt megrajzolom a saját üres lapomon, és utána már csak a képről másolom. Úgy emlékszem, hogy Munkácsi használta ezt Magyarországon, ezt a technikát, amikor ilyen festményeket nagyított és másolt. Nyilván ez nem másolat, hanem egy rajz, de hogyha bárki megnézi ezeket a képeket, azt fogja hinni, hogy ez fotó. Hogy kell elképzelni ezt a tanfolyamot, amit az előbb említettél? A jobb agyféltek és rajztanfolyam folyam lényege, hogy ugye a jobb agyféltekünk az a kreatív agyfélteke, ez felelős a kreatív gondolkodásért, a rajzért és minden eféléhez. És az a lényege, hogy olyan technikákat gyakorlunk és alkalmazunk, amik aktiválják a jobb agyféltekéket és a bal agyféltekét, ami ugye az ilyen kicsit koncentráltabb, esetleg tudományosabb, azt így félreteszi és szinte teljesen kikapcsolja. És igazából az egésznek a titka az, hogy nagyon koncentrálunk és beleéljük magunkat. De rajztechnikák közül tudsz említeni párat, hogy mi az, amit megtanultatok? Hát én nagyon sokféle technikában rajzolok. Elsősorban ugye a grafitot használom, mellette még kedvelt technika a pasztelkréta, és ez azért személyes kedvencem, mert olyan, mintha sminkelném a papírt, és ez közel áll ugye egy nő szívéhez. Valamint még festeni is szoktam, az általában ilyen vízbázisú akvarell festékkel, de az akril is megfordult már a kezemben. Azzal főleg tájfestményeket szoktam csinálni. Én úgy gondolom, hogy a színes az mindenképp nehezebb, ugyanis a fekete fej portréknél ugye a grafitot alkalmazom, és a grafitot azt lehet radírozni, a színes ceruzát sajnos nem, ezért, hogyha ott már elrontok egy kis részletet, akkor az már úgy marad, már csak javítani lehet rajta, de kiradírozni semmiképpen, és ezért nehezebb. A színesnél az árnyékolással mennyire bajlódtál meg? Ez egy nagyon érdekes kérdés, de szerintem ez attól függ, hogy a kép mennyire minőségi. Tehát például van egy portrém a Will Smithről, ugye róla tudjuk, hogy ő fekete bőre van, és nála volt nagyon érdekes, mert nem is gondolnánk, de a színes részekre sárgát, narancssárgát kellett alkalmaznom, míg a sötétebbre ugye feketét és barnát is, de néhol még zöldet is. Melyik a kedvenc képed most ezek közül, amik itt vannak állítva? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Mondanám, hogy Ewan McGregor portréja, mert ő a kedvenc színészem, de sajnos nem ez a kedvenc képem, hanem Robert De Niro. Ennek a legfőbb oka, hogy nagyon szeretem az idős férfiakat lerajzolni, mert nekik már jobban látszódnak a pórusaik, a ráncaik és a szakállak, azok a legjobbak, azokat a legjobb megrajzolni. A részletesség, ami fontos, vagy pedig a vonalvezetés? Szerintem mindkettő fontos, de hogyha választanom kell, akkor inkább a részletesség. Az Anthony Hopkinsról készült képet, az mennyi idő alatt készült el? Ha jól számolom, ilyen 6-8 óra, és ez már kevésnek számít. De a legtöbb úgy készült, hogy a háttérbe benyomtam egy kis filmet, egy kis zenét, de volt olyan is, igen, például Johnny Depp portréja nagyjából 6 hónapon át készült, mert őt nem zártam a szívembe. Viktória tanári pályára készül, jövőre fog érettségizni a Babits Mihály gimnáziumban. Nem csak a rajzolás és a festészet érdekli, énekel is. A kiállítás megnyitóján tanárát, Balázsi Szabolcsot kérdeztem arról, hogyan kapcsolódik a fiatal lányban a két művészeti ág. Viki 3 éve jár hozzám a Babitsban, a zenei tehetséggondozó program egyik alanya, a Babits kamarakórus tagja, és hát már 9-ben kiderült róla, hogy nem csak az éneklés, hanem a viszonylag komplex módon érdekli őt a művészetek szinte minden ága, tehát rajzol, fest, szénnel, meg vérrel, meg mindenféle dolgot művel. Már jó értelemben szépen, és nagyon sok remek művet láthatunk. Például, amikor a
Babics 80-as pályázatunkat csináltuk, akkor arra kértem, hogy Babics Mihályról konkrétan egy grafikát készítsen a költő arcáról, azt is ő készítette. És szóval őt 3 éve ismerem a suliból, gyakorlatilag tanítványom, és aztán bekerült a Boysingersbe is, hiszen a szorgalma, a kitartása az elvitathatatlan. Ő egy nagyon kétlábú járó lelkiismeret, aki túl azon, hogy ez talán egy sok jó tanuló, komplex, esetleg művészetekhez értő gimisre is igaz lehet. Az ő egyik különlegessége talán az, hogy tudja, hogy lehetőséget kell keresnie, és nem áll meg itt, hanem utána is megy, el is megy, fel is kutatja, meg is kérdezi, és le is szervezi, ugyanis ez a mai nap itt teljes egészében az ő szervező készségét dicséri. Viktória kiállított portréi mellett egy nehéz helyzetben lévő gyerekekről készült képsor is helyet kapott. Mint mondta, az UNICEF gyerekjogi munkássága ihlette képekkel szeretné felhívni ő is a figyelmet a jelenségre. 2020 tavaszán, amikor karantén volt, akkor kezdtem el komolyabban foglalkozni az UNICEF-nek a munkásságával, és ugyanígy a gyerekjogokkal is, és lelkes követője vagyok az UNICEF Facebook oldalának. És az olyan képek, amik megragadják a tekintetet, amik felhívják a figyelmet, hogy a gyerekek milyen rossz helyzetbe tudnak élni. Ezek szerintem nagyon fontos, hogy minél több emberhez eljusson, és ezért gondoltam úgy, hogy én is feldolgozom őket. A kiállítás július utolsó napjáig látható Pécsett a Tudás Központban. Ennyi volt már a Pécsi Kör kulturális magazin műsorunk. Friss adással legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Addig is viszontlátásra!